Bazinagy-Franci alatt. Az a Bazinagy-Franci, köszönöm szépen, igen, akkor eljutott eszembe. Igen, tehát, hogy úgy... Szóval, hogy együtt tudnánk-e, mondjuk, most csak kérdezem, hogy együtt tudnánk-e élni valakivel, aki nagyon más ízlésű? Hogy ez tényleg egy ennyire nagy akadály, vagy azért kísérletet tehetünk rá? Kérdezem az együtt élőket, akik már éltek együtt valakivel. Hogy, igen? 50 éve élek az urammal, és teljesen más. Teljesen más. Nem csak mint ember, hanem az ízlése is? Az ízlése, a felfogása, a minden, és szerintem ősök van. Például nem jár pszichoszínázba, mert nincs itt. Ugyebár? Ezt nem jár pszichoszínázba, mert nincs itt. Kicsit rosszul az hallani, és... Engem? Hangosabban beszéljek? Mindenki? Igen. Mondjuk a srácok. És már évekkel ezelőtt is volt ilyen gondom, de lehet, hogy a fülémmel van. Jó, akkor kicsit hangosabban beszélünk. Jó, köszönöm. Jó. Hát azért... Na például, miben más az ő ízlése? Hát az könnyebb kérdés lenne, hogy miben nem más. Na miben nem más? Hát egész más típusú. Erre könnyen lehet mondani, én extrovertált vagyok, ő meg introvertált. Egész a sport érdekli, a csöndesség, a nyugalom. Én meg pörgős vagyok. Igen. És semmi gond nincs, mert egyszer társaságban mondott egy mondatot, attól, hogy én egy szürke, unalmas ember vagyok, magára? Attól még a feleségem ne szürküljön el. Jaj, de édes! Ezt hallottátok mindenki? Ez nagyon édes. Tehát nem azért vettem. Tehát engedélyt adott arra, hogy lehet pörögni, csak engem hagyják ki belőle. Ezt mondta, nem? Ennyire nem, mert azért sokszor volt közös programunk. Igen. De nem gond, hogyha megyek, és inkább menjek, és érezzem jól magam, és az a jó érzéssel teli nő jöjjön neki haza. Szuper. De az a szürke uralmas, amilyen ő így gondolja magát. Aha. Hát talán azért szeretnénk, hogyha a párunk is szeressen színházba járni, és akkor menjünk együtt. Hogy meg lehessen beszélni. Ha a barátnőivel jár, akkor igen? Már külön vannak. És minél több időt szeretne az ember együtt tölteni a másikkal, és akkor együtt színházba, vagy együtt táncolni, vagy együtt uszodába. Na most, hogyha utálja a vizet, falábú és nem tud táncolni, mit mondtál még? Színházba, elalszik. Igen? Nem minden, miért nem minden? Na de akkor mi maradt? Tehát most, hogyha végképp nagyon gonosz kedvemben vagyok, akkor azt kérdezném, hogy mit teszel rajta 50 éve? Ha? Tehát, hogy mit tudtok megbeszélni, de most komolyan. Hát nekem volt egy ideálom, hogy egy kiegyensúlyozott férfi, egy biztos alap, amire vágytam, azt tőle megkaptam, meg amit... Tehát kiegészítettek. Tehát nem szerettem volna olyannal élni, mint én egy ilyen fölülésem. Abban mások, kettő mások lenne. Igen, kettő mások azra, hogy mondja a közmondás, hogy két dudás egy csapdában. De azzal még én elmentem vele sporttal, ő eljött velem színházba. De ő vasárnap elment a sportba, én elmentem múzeumba, és délben az ebédben megbeszéltük, és délután lehet, hogy közösen mentünk kirándulni. Tehát nem csak, nem voltunk 50 évig egymás összekötésségével. Tehát akkor nem volt idő megunni egymást. Még arra sem volt alkalom, ugye? Mert lehet, hogyha túl sokat vagy együtt vele, akkor meg már unalmas lenne? Van akinek ilyen tapasztalata van? Nem. Túl sok nem elég a pasiból. Jó. Mi van a fülcimpával? Ez nekem nagyon beakadt. Nem tud elvonatkoztatni tőle. Hát most a listáitól. Mit számít, hogy milyen a füle? Ugye? Én azt szoktam mondani különben... Én most csak játszom amúgy, tehát... én sosem nézem egyik lánynak a fülét se, ezekkel az adottságokkal nekem nincs jó. Másokat bármilyen szinten is. Tehát, hogy nem jó, de ez
szimbólum, ez most tök mindegy, lehet, hogy rossz lába van. Én most például még az előzőre, hogyha nekünk is itt szabad hozzászólni, vagy most valahogy az arányokra jöttem rá, hogy az arányok a fontosak. 8 éve vagyok kapcsolatban, van egy 6 éves gyerekünk is, gyermekem, tehát hogy saját tudtom ma. Nem, ilyenek a fülei, mint az enyém, igen. És mi viccelődtem el, amikor megszületett, hogy büdös a lába, tehát hogy én nagyon genetikai testekkel, na mindegy. Szóval, hogy az arányok, tehát hogy volt egy olyan időszak például az életünkben, amikor nekem rengeteg munkám volt, és nagyon sokat dolgoztam, és tele voltam energiával, és akkor pont a páromnak egy rosszabb időszaka volt. És akkor azt vettük észre, hogy idegesítjük egymást, tehát hogy őt idegesíti az, hogy mondjuk nekem most nagyon jó, engem idegesít az, hogy neki most miért nem. És aztán, ez egy mély pont volt? Igen, és volt, amikor pont váltott, hogy én voltam lent, és ő volt nagyon fenn, és akkor nekem nem volt kedvem hónapokon keresztül semmit csinálni, és akkor is idegesítettük egymást. És most például 8 év után jutottunk el oda, kimondtuk egymásnak azt, hogy mi az, amit mondjuk ő szeret csinálni, és én mondjuk 5 éven keresztül csináltam vele. Igen. És aztán 5 év után megmondtam neki, hogy igazából én utálom azt csinálni, és hogy akkor nem kell. És akkor így lett csomó külön dolgunk, tehát hogy csomó mindent külön csinálunk, tehát hogy ő elmegy múzeumba, én meg elmegyek a sportba, aztán ugye együtt ebédelünk, de az ebéd az biztos és fix, mert hogy az van. És egyébként meg abban biztos vagyok, hogyha bármikor bármilyen rossz dolog történik velem, akkor ő ott van és segít. Tehát, hogy lehet a másikra számítani. De akkor melyiknek a bölcsessége volt az, ami ilyen mély pontok után összetartotta a kapcsolatot? Hát talán az, hogy például, hogy én 32 éves vagyok, hogy mi felnőttünk. Aha. Tehát, hogy ez szerintem nagyon... Persze, tehát hogy most a fülcimp, amiről előbb beszéltem, tehát hogy én, hogyha most én nagyon gonosz módon kezdek el viccelődni, akkor tényleg nagyon süttyű leszek, és nem. Szóval, hogy ugye 16-7 évesen, hogy akkor csak a 180 cm magas, hosszú combú, vékony lány, és ahogy idősödik az ember, úgy egyre igénytelenebb szokták, de hogy... De azért mondtam, hogy ez egy ilyen gonosz vicc volt, hogy teljesen más dolgok kezdtek el például számítani. Az például egy csodálatosan dolog, amit például még egyszer elmondok, hogy van egy olyan párom, akiben megbízom, amikor beteg voltam, szétment a térdem, akkor tudom, hogy vigyáz rám, lehet rá számítani, és ami nagyon fontos, hogy azok az emberek, akiket a legjobban szeretünk, azokat tudjuk a legjobban gyűlölni is. És ennek. Hát persze, meg szerintem az egy például csodálatos dolog, amikor egy kapcsolaton belül iszonyatosan idegesítjük egymást, nem? Hát én például nagyon remélem, hogy itt még az improvizációban nem fogunk nagyon enni. Én egyébként nagyon undorítva leszek, ezt például onnan tudom, hogy van egy párom, aki ezt minden egyes alkalommal, amikor eszünk, elmondja. De hogy ezeket szeretjük a másikban. Tehát egy jobb helyre nem lehet téged elvinni. Ez nagyon érdekes, hogy ezt vértünk már együtt, de nem emlékszem. Ezt a szülőszobán mondta a párom. Mindegy, szültünk, nem tudom, mi fiúk, ezért több beszámol mondjuk mindig. Én ugye egyébként itt szimpátia híztam is a terhesség alatt. Emlékszem, hogy ilyen kiadta ugye az epidurális, vagy milyen érzést lenni, tehát hátgerinc. És akkor ilyen gázmaszkot kapott a nevető gázt, és emlékszem, hogy nagyon sokáig bajudott, és kimentek az orvosok, meg a nővérkék is, és hogy akkor én így ki akarom próbálni. És rácsapott a kezem, és ezt mondta, hogy veled nem lehet sehova menni. De még visszatérve a fülcimpára, hogy például mondjuk jönnek pácienseim, akik olyan élethelyzetben vannak, hogy mondjuk elváltak már, és megismerkednek valakivel, tehát van alkalom és mód arra, hogy egy új életet kezdjen, és akkor elkezdi mondani, hogy hát nagyon rosszul viselem ennek az embernek a gyerekét. Na, akkor mi van? Mert
És ilyenkor pontosan a fülcimpát szoktam emelegetni, hogy hát ha elfogadod őt, akkor úgy kell elfogadnod a hozzátartozó összes lényeket, le- és felmenőket, mint hogy elfogadod a bal fülét. Pont ezt szoktam mondani. Vagy különben nem működik a dolog, sajna. Ki hű, de nagy csönge. Hű, szóval igen. Ez szerintem egy ilyen helyzetben függ a gyerektől is, mert a gyerekek ugye nagyon gondosak tudnak lenni. Főleg, hogy elviselhető vagy nem? Igen, és akkor sajnálja a mondjuk anyukát, hogy apukának úszárja volt a gyerek, ilyenkor azért tudja hibáztatni az apukát, illetve az újabb. Jó, de ha te nem vagy nyitott, vagy hogyha nem tanított arra, akár az ő gyerekét, nem is csak a magadét. Hogy valahogy függ tőle. Ugye most például ebben a jelenetben, amit most látunk, ha begondoljuk, nem történt semmi. Tehát mi történt, hogy feszeng két ember az ismerkedés alatt, próbál valahogy ilyen jobb arcot mutatni, vagy jobban kinézni, vagy jobb társalkodónak lenni, mint amilyen, mert valahogy mindig el akarjuk csábítani. Most ez mennyire sikerült vajon? De miért? Hát érdekes. Nem figyeltek egymásra igazából szerintem. Az előzőnél a lány maradt alul, és nem ütötte meg a fiú számára a mércét, itt pedig úgy látszik, hogy a hölgynek volt kevés ez a férfiat. Na valami ilyesmit akartunk, haladunk tovább. Jó, szóval ezzel a nővel, mert ez ilyen szimpátikus volt neki, még találkoznak. Bólinak hívtak, ugye? Igen. A Red Hot Chili Peppers és Nora Jones is. Teljesen megbízhatatlan, de érdekes. Sor marad a róla. Azt mondja, a legutább emberek néha olyat hallgattak, mint a jazz, vagy a gospel, vagy az R&B. No. Na, ugye, hogy nem? Nem. Ugye, hogy nem? Ne higgyetek a pszichológust. Inkább húzni.
Csak voltam pisilni itt a sarkon, beugrottam egy nyilvánosba, aztán gondoltam, hogy ma este még úgy is fogok, és minek a puszt mondjam. Akarsz kezet mosni esetleg utána? Igen, erre van a fürdő. Nem, mostan. Tegnap. Nem viccelek. Bocsánat. Jaj, de szép! Ez a fürdőszobát? Igen, olasz csempe. Ha, mondjuk egyébként valószínűleg a fürdőszobátok meg van. De jó! Van látosok? Igen. De jó. A főiskolán is volt ilyen WC mellett volt. Az mit is látosok? Ja, is látosok. Ha ne? Vidé. Így hívják a lábmosót? Nem pont így hívják, de majd ezt elmesőre emlékeztem, hogy éhes. De köszönöm, csak mielőtt még második randi. Ja, bocs. Ez most nem az kérdésem. Kedvesség, mert láttam, hogy nem hordasz szinte semmilyen ékszert. Ebből most két dolog következhet, az egyik azért, mert nem szereted, vagy csak már nem volt, és hát ezt hoztam. Köszönöm. Igen. Még a dédmamámnak. Igen. Hát neki volt egy anyja. Ami elmélet... Az ükmamám. És az ükmamám nagyanyja, ami meg fogalmas is, hogy hívják, mert még az ükmamám anyját hívják szépnek. Szép. Ha meg... Na mindegy, neki volt.